Átadjuk a felhívásunkat a polgármester úrnak! A polgármester úr segít nekünk! A gyermek gyerekek elkapni a zászlót! Ez nem flancos. Drón. Melyik kocsiról van szó? Ott a Suzuki. Gyere, a polgármester úr! Nagyon szívesen, egészségükre. Egyik autóba bezártuk a kulcsot, ha valakinek van egy fűrészlapja vagy egy drótja, az legyen szíves hozzá ide. Másképp nem tudjuk kinyitni. Technikai malőr. Mi le egyes? Amíg a szerelést végzik, addig szeretném elmondani, hogy halásztelek polgármesteri hivatala elé érkeztünk. Halásztelek polgármestere Szentgyörgyi József úr egy korábbi felhívásunkra is már válaszolt. Ő volt az egyetlen, akit itt a helyi bejárósok megszólítottak, és kaptunk rá választ az e-mailünkre. Egy tapsot mindenképpen megérdemel. És amint igen, itt van már a felhívásunk, ezt szeretnénk most átadni, és kíváncsi leszünk a polgármesteri hivatal milyen választ ad, hiszen előtte ők is megkapták. Semmilyen formon nem tudották az emberekkel, hogy milyen veszélynek van, hogy kitéve ennek a megoldását, hogy meg kell dolgozni. Most így hirtelen... Fogjuk össze! Van-e lehetőség arra, hogy időnként kapjunk itt minden esetben, akkor 24 órában a lakossággal Rendesek. Nagyon rendesek. Már korábban is válaszoltak. Akkor az András még előtte egy pár kérdést. Önkormányzat a iskolákban, óvodákban, délelmétel, helyi földön termelnek, vagy vásárolják? Vannak ez a 40 kilométeren belüli beszállítóink is, arra most már nem kell közbeszerzést kérni, de itt az iskolának nincs ilyen gondosság. Én arra szeretném kérni, hogy önkormányzatok adták, hogy itt régen bulgárodatok voltak végig, meg lehetne termelni az élelmiszertet, hogy a helyi emberek megvagyjanak őket, akár hozzanak létre, most itt van a paradicsom paprika, talált elvesző időszaka, most lehetne elvetni az alapokat, hogy legyen szintőt, soha nem zárkózott el az önkormányzat attól. Jó, ne csak mi mondjuk, hanem segíti meg, de vannak ezt a kérdéseket, hogy itt kellene ezeket Polgármester úr fogadott minket, átvette a felhívásunkat, és arról beszélgettünk, hogy az önkormányzat hogyan tudná segíteni a devizaadósok és a devizaadósok érdekében törekvő szervezeteket. Abban maradtunk, felvesszük a kapcsolatot, nagy valószínűséggel kapunk rendszeresen, vagy több alkalommal termet
itt Halásztelken, ahol összejöveteleket tarthatunk, ahol tájékoztathatjuk a lakosságot, és kapunk arra lehetőséget, hogy az önkormányzat értesíti a lakosságot ezekről az összejövetelekhez. Én azt gondolom, hogy messze pozitív a hozzáállás, és hogyha ilyen hozzáállás lesz a városvezetés részéről, akár a többi városban is, akkor ebből a gödörből ki fogunk jutni, mert minél több ember tud erről, minél több embernek lesz információja, annál biztosabb, hogy le tudjuk győzni ezt a zsuzsolát, és nem hagyjuk, hogy elvegyék a házainkat, a földünket és az autóinkat. Úgyhogy köszönjük szépen a polgármester úrnak, egy nagy tapsot megérdemel! Hogy akkor hogyan is, mikor lenne szükség. Jó. Ugyanúgy, hogy arra tudna válaszolni, mert ugye megkérdeztem a munkásságig, de azt mondja, hogy akkor arra is. Kéne állni valami susnyászban.